Az Icsi Liget mellett rajtolt el az a 800 futó, akik megmérettették magukat tavasszal a Cerbon Fehérvár félmaratonon. A mezőny a történelmi belvárosban kijelölt pályán haladt végig, több távot is teljesíthettek az indulók. Pacsi, Jövőre sem lesz ez másként. A szervezők már javában készülnek a versenyre. De mivel idén jubilál a rendezvény, ajándékot is kapnak a sportolók. Csütörtökönként délután 6 órára a Bregyóba várják azokat, akik részt szeretnének venni a Czerbona futóklub edzésein. Szeretnénk emlékezetessé tenni a tizediket, és szeretnénk, hogy minél többen részt vegyenek rajta, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a futóklub ebben is segítséget tud majd nyújtani, hogy aki eddig nem mert belevágni, az most talán érez annyi bátorságot, meg kedved, hogy így neki álljon a futásnak, vagy akár a versenyzésnek is. Az alkalmak során a futópályán falják majd a köröket a résztvevők, de pályán kívüli résztávos edzések is lesznek. A legkitartóbbak meglepetéseket is kapnak majd. A cél a közösségépítés és a sportolás népszerűsítése. A városban több helyszín is alkalmas a futásra. Az önkormányzat is fontosnak tartja ezeket a célokat, ezért fektettek nagy hangsúlyt az ehhez megfelelő infrastruktúra kialakítására. Mindig fantasztikus élmény a futóknak is, a közönségnek is az a nap, hiszen egy fantasztikus történelmi belvárosban futhatnak, azt gondolom ez nagyon ritka. E, és hát fontos, hogy ne csak egy nap legyen ilyen értelemben kapcsolat a szervezők, a futnivágyók között, hanem legyen egy folyamatos felkészülési lehetőség is hiszen azért nyilván egy félmaraton azért komoly felkészülést igényel. A Cerbona futóklubba bárki csatlakozhat, aki tud futni. Nincs korhatár és regisztráció sem szükséges a részvételhez. Az első alkalom szeptember 26-án 18 órakor lesz. A Cerbona Fehérvár félmaratonra egyébként november 1 lehet majd nevezni. A verseny 2025. április 6-án lesz.